Két év szünet után telt meg ismét a megyei futball szereplőivel a megyeháza besenyei terme, amelynek pulpitusa előtt alig fértek el az asztalokon a serlegek. 109 felnőtt csapat vágott neki a 2021-22-es idénynek, közülük 6 alacsonyabb osztályú együttes morzsolódott le, különböző okok miatt szezon közben. Ez a létszám még így is előkelő helyet foglal el az országos rangsorban. Objektív mérce nem hiszem, hogy létezik. Ugye itt szoktak esetleg azt, hogy hány csapat indul a bajnokságokba, ebben mindig ott vagyunk a top 3-ban, ha Budapest és Pest megyét nem számoljuk, akkor a vidéki megyék közül a Győr megyével vagyunk általában az első helyen. Népességarányban is elég jó százalékban fociznak nálunk, elég sok csapat van. Az erősségét a megyei bajnokságnak meg talán azt mutatja a legjobban egyrészt a megye válogatott folyamatos szereplése, a régió válogatottakban mennyi játékos feladunk, másrészt meg talán azt, hogy milyen kiegyenítettek voltak itt a végjátékban és a robogós helyekért, esetleg a kiesés elkerülésért a harcok. A megyei első osztályú bajnokságot a Spari második csapata nyerte Huszár Géza irányításával. Az NB3-ba jutástól döntő osztályozón 3-3-as összesítés után az idegenben lőtt több gól döntött a bonyhádi ellenfél javára. Senki nem gondolta ezt a bajnokság kezdete előtt, hogy 15 ponttal megnyeri ez a csapat a bajnokságot. Nagyon fiatal társaságról volt szó, megyei másodosztályban is csak a második helyezést ért el, és ugye felkértek bennünket a megyei első osztályra, nem is tettünk a játékosokra semmilyen terhet, ez nagy meglepetés volt számunkra. Hát sajnos a maga az osztályzó az persze az keserű pirula, nagyon sok oka van, de hát úgy gondolom, hogy nem ez most ez a feladatom, hogy most ezt elemezzem. Nagyon sajnáltam a srácokat, sírtak a buszon hazafele, nagyon sokat tettünk érte, de rengeteg olyan negatív tényező volt, ami a kárára volt a mi csapatunknak. A focistákra pihenő vár, a megyei igazgatóságon azonban nem áll meg a munka. A csapatok július 1-ig nevezhetnek az új idényre, az átigazolási időszak pedig július elejétől augusztus végéig tart majd.